Robi, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat egy kávéra és ezzel együtt egy beszélgetésre. Úgy tudom, szeretsz kávézni. Hogyan kérnéd a kávét? Feketén vagy fehéren? Természetesen feketén. És fogad szeretettel tőlünk azt a süteményt, azt a desszertet, amely a műsor címét viseli, feketén-fehéren desszert, amit Nádas Hajnalka alkotott meg. Nagyon szépen megköszönöm. Mai vendégem az a napkori származású fiatalember, aki sok évvel ezelőtt a mulatós masszőr titulussal vált ismerté sokak számára. A dalszövegíró és zeneszerző, bár többféle zenei stílusban is próbálkozott, választása mégis a mulatós műfajra esett. Talán meglepő, de szabad idejében inkább rokkosabb dalokat hallgat, mulatós zenét egyáltalán nem. Jelenleg 8 saját nagylemezzel büszkélkedhet. Nemrégiben pedig nagy sikerrel dolgozott át egy régi magyar népdalt, majd sok rajongó kedvére megalkotta a Nokedli dalt. Roberto, aki bár többször majdnem útnak indult Szabolcs megyéből, mindig rájött, hogy számára mégis itt van a világ közepe. Vendégem Tóth Róbert, énekes, tánczenész, aki alkotói munkája közben szívesen tartott egy kávészünetet, miközben mesélt nekem sikereiről, érzéseiről és további terveiről, feketén, fehéren. Ha nem haragszol meg, Robi, akkor én azzal kezdeném, amit ajándékba hoztál nekem, hogy mit hoztál nekem. Honnan tudod, hogy neked hoztam? Természetesen. Neked hoztam, a napokban megjelent a 8. nagylemezem, Megüzenem én a papnak címmel. Fogad, Ibolya, sok-sok szeretettel. Nagyon szépen köszönöm. Én most bevallom őszintén, én nem gondoltam, hogy már neked a 8. lemezed jelenik meg. Tehát ennyire nem néztem utána a diszkográfiának. És az első mikor jelent meg? Hú, hát ha visszamegyünk az időbe, akkor 2007-ben, de már előtte is írtam dalokat. 2007-ben megjelent az első nagylemezem, és aztán így folyamatosan. 2009-ben jött a második, 2011-ben jött a harmadik, és így felfele. Tehát gyártom a dalokat. Ugye, hát ezekre a lemezekre nyilván a művészneved van írva, az olvasható, hogy Roberto, én Robinak szólítalak, mert ugye a születési így neved az... Így van, Tóth Róbert. Tóth Róbert. Amikor a te nevedet először lehetett hallani, és mondjuk az első videóklipedben... Az 2007-ben volt meg. Az előadó nevedet olvasni, akkor viszont nem is csak, hogy Roberto, hanem Roberto a mulatos masször volt olvasható, és azért ezt nagyon sokan megjegyezték. Így van. Így utólag jó ötletnek gondolod, hogy akkor ezt így oldottad meg? Hogy úgy nevezted el magad? Többen felfigyeltek akkorán. Tehát voltam, és akkor már ugye a nagyobb kereskedelmi tévécsatornák is ugye felfigyeltek, és kíváncsiak voltak, hogy ki is az a Roberto a mulatos masször. És még akkor is, pedig akkor már nem használtam a mulatos masszőri nevet, amikor, nem tudom, hogyha emlékszel rá, még 2014-ben egy kereskedelmi csatornán volt egy reality show műsor, az Élet showja, és ott úgy hívtak fel, mint Roberto a mulatos masszőrt, szeretnék forgatni a mindennapjait. Hú, ez mennyi évvel ezelőtt igen, volt? Igen, 2014-ben. Pedig olyan, mint hogyha... Tegnap lett volna. Tegnap tényleg jó volt. És egyébként, Robi, masszőrködsz még? Hát azt már nem csinálom, inkább csak a zene, dalírás, meg ugye, hál' Istennek, lekopogjam, rengeteg a fellépésem. Milyen területekre utazol, merre jársz? Hát ez az év, én most úgy veszem észre, hogy inkább a határon túl, Románia, Szlovákia, Dunán túl. Hát persze, egy helybe is fogok, vannak felkérések, de úgy veszem észre, hogy most ebben az évben több a távoli fellépés. Ha vissza gondolunk arra az időszakra a te életedben, amikor
nem voltál még mulatós zenész. Nem tudom, hogy akkor szereztél-e már dalokat? Tehát a saját szórakoztatásodra foglalkoztál-e már akkor is zenével, amikor még a nagy közönség nem tudhatott róla? 13 éves voltam, amikor elkezdtem az elsőként a zenével foglalkozni. 16 évesen egy élő zenekarnak a billentyűse lettem, és volt egy olyan történet, hogy hajnalba elkezdtem magamtól. Tami jött, szöveget találtam ki, és elkezdtem ugye játszani. És akkor a zenekar többi tagja mondta, hogy te, jaj, de jó nota, ez mi? Hát mondom, ez most jött. Tehát én már akkor úgymond kezdtem el, vagyis szerettem volna foglalkozni azzal. Hát ilyen kicsit még szánybontogatás volt, de már akkor elkezdtem. Akkor ezt te sejtetted, Robi, hogy ebből mi lehet? Vagy inkább csak tényleg ez önmagad szórakoztatására volt, és a többiek, akik körülvettek? Elsőként csak úgy, hogy önmagamat otthon elszórakoztattam, megmutattam a családomnak, édesanyámnak, akkoriban ugye még édesapám is élt, a testvéremnek, a rokonoknak, de még az, hogy tehát mindenféle stílusot elkezdtem élni. Rock and rolltól kezdve elkezdtem már swing, már keringő, meg azt sem tudtam, hogy mi milyen stílus, de ugye de a köreimben inkább a mulatós. Mondták, hogy inkább ezzel foglalkozzál, mert ez biztos, hogy be fog jönni. És szívesen csináltad? Tehát ez a stílus, így, hogy ráálltál, egy kicsit tudatosan, neked is bejött? Be. Megmondom őszintén, én sokat járom az országot, és milyen a magyar ember? Bánata van, vagy ha jól érzi magát, mulat, a mulató zenét igényli. Gyerekként, kisgyerekként hogy álltál a zenéhez? A családod hogy állt a zenéhez? Mert valahonnan ez az indítatás, ez kellett, hogy jöjjön? Én erről nem tudok, hogy a családban lett volna a zenész, de arra emlékszek, hogy már óvodás koromban a Parfis nyérre még rákötöttem egy ilyen játék mikrofont, akkor kaptam édesapámtól egy kis játék szintetizátort, bekapcsoltam, az akkori nagy mulattató volt, ugye a Kadlott Karcsi, és akkor elkezdtem rá imitálni, énekelgetni, és édesapám vélte úgymond felfedezni bennem, hogy van bennem ez a zene iránti tehetség, és ő kezdett el támogatni hangszerrel, vett dobot, vett gitárt, de végül is a billentyűnél maradtam. És ezek a hangszerek, ezek ajándékba kerültek valahová, vagy azért kipróbáltad és próbálkoztál rajtuk? Mint egy gyerek, tudod, hogy ami a új, addig használja. A gitárt azért nem szerettem, megmondom őszintén, mert én nagyon csepp gyerek voltam, nagyobb volt a gitár, mint én. Nem bírtam tartani, lemondtam róla. A dob ugye, mivel hogy dobba be kell ülni, a dob az eltakar, kicsi voltam, nem. És végül is úgy a billentyű, hogy az kényelmesen ültem bele szembe, mert ugye be lehet állítani a magasságot, és ennél maradtam. Melyik a te településed? Amiből videoklipet is csináltunk, a híres Szabolcsi falu napkor. Ott éltél mindig? Még mai napig ott élek, még az, hogy nagyon-nagyon sokat vagyok úton. Szeretsz utazni? Utazni? Már itt fellépésekre? Megmondom őszintén, az utazásban lehet a legjobban elfáradni. Nem nagyon szeretek, de az embereknek a szórakoztatása érdekében mindent. Hogyan tudnánk azt megfogalmazni, hogy mennyit dolgozol például, ha ezt kérdezem tőled? Hogy ez mennyire folyamatos az életedben? Vagy vannak időszakok? Ugye dalszerzéssel is ugye foglalkozok. Ez úgy van nálam, hogy ha elkap az iklet, és nem kell ahhoz nekem szerelem, csalódás, bánat. Nekem bármikor, hogyha elkap az iklet, akkor jön, és képes vagyok egy héten át is ki nem jönni a szobából, ameddig el nem készítek 3-4-5 dalt, ami én nekem az ízlésem szerint van, én addig nem állok fel az asztalt. Tehát én fél munkát, én soha nem hagyok ott. Uh-huh. És kinek mutatod meg legelőször ezeket a dalokat, Robi? Mivel ugye édesanyámmal élek, és ő hallja, ahogy készülnek a dalok, ugye rakom össze fel a nótákat,
a dob hangos, zavaró, és mindig mondja anya, hogy jaj, Robikám, már nem unod, még mikor lesz kész, mondom, mama, nyugodjál meg, majd a végeredmény, mint elsőnek te fogod meghallani. Tehát mindig édesanyám a legelső. Nekem, aki döntő, nekem mindig a közönség. Nekem a közönségnek a véleménye számít. Tehát mielőtt albumra kerül, lemezre kerül egy-egy dal, akkor te azt a közönséggel. Így van, én már előtte szoktam promotálni, tévéfelvételekre vinni, és a visszajelzések alapján. Milyen volt az, Robi, amikor, már most mondtad, hogy hány évvel ezelőtt megjelent egy lemezed, egy CD lemezed, ami rajta volt a neved, és tulajdonképpen ami a tied, a te munkád. Milyen érzés volt ez? Én minden lemezemet idézőjelbe a gyermekemnek szoktam hívni. Amikor látod azt, hogy te dolgoztál érte, a te két kezed munkája van benne, tehát ennél csodálatosabb érzés nem kell. Tehát a nyolcadiknak is ugyanúgy tudok mörülni, mint az elsőnek. Tehát mindegyik az enyém, én belőlem jön. A mai világban, amikor már ugye a világháló működik, és még kézbefogható CD lemezt adsz nekem ajándékba, amit köszönök. Mennyire van ennek még létjogosultsága? Sokan hallgatnak még CD lemezeket? Azt ugye meg kell vallani, hogy ugye a lemezpiac az haldoklóban van Magyarországon. Ezt tudjuk, tehát minden kolléga tisztában van vele, de az az előadó nem előadó, akinek egy fizikai hordozója nincsen, ugye? De mivel ugye digitális terjesztésbe is lehet úgymond vásárolni, de legtöbb CD-t eladni fellépésen lehet. Hogy érzed magad a színpadon? Nekem a színpad az egy más világ. Gondolom ez így normális az előadó művészeknél. De ott tudok megnyílni. Sokkal nem hiszik el rólam, én magánéletben, hogyha úgy egyedül is vagyok, vagy ha ugye nekem nem sok barátom van, egyáltalán nem vagyok az a túl nyitott ember. Uh-huh. De hát a színpad akkor elfelejtett gondot, bánatot, és jó látni az embereken, hogy szeretnek, kedvelnek, és ott tombolnak nekem. Ami a színpadi fellépéseidet illeti, illetve amikor így megjelensz ilyen show műsorokban is, azért az senkinek a figyelmét nem kerülheti el, hogy olyan ruhadarabokban lépsz fel a színpadra, amelyeken látszik, hogy azok ki vannak találva. Tehát neked vannak kitalálva. Ugye ez így van? Így van. A stylusom, édesanyám. Tehát ő szokott minden ruhámat, hogy milyen zakót, milyen inget. De varrattok is neked. Így van, tehát varrattunk, most például egy sárgát varrattam, van mezüstbe, meg kell jelenni a színpadon. Én soha nem szerettem azokat az előadóknak, akik az annyira sztárolják, hogy most ő az országban a legnagyobb, és úgy áll ki a színpadra, hogy egy farmer póló. Tehát én mindig is megadom a módját, meg a tiszteletet. Amikor te zenét hallgatsz, és nem éppen a saját dalaidat finomítod, vagy alkotod meg az újakat, akkor te hallgatsz otthon mulatós zenét, másokat? Nem. Nem. Milyen zenét szoktál hallgatni? Csodálkozni fognak sokan, én nagyon szeretem a hooligans-et. Emellett én nagy tisztelője vagyok Michael Jacksonnak is. De inkább rockosabb nótákat. A mulatós csak addig hallgatom, mármint a sajátomat, ameddig megcsinálom. Persze, hogyha elmegyek az autóba, akkor meghallom, hogy a keverés hogy van, tehát át kell hallgatni, de úgy, hogy most... De az valahol munka. Az munka, így van. Én most kimondottan a kikapcsolódásra gondoltam. Nem mulatós, nem. Mulatós nem. És milyen a ti társadalmatok a magyarországi mulatós zenei világban, akik részt vesznek, akik énekelnek, akik... Milyen emberek ők? Hogy érzed magad köztük? Szeretitek egymást? Én például soha nem hittem el, amikor gyerekkoromban láttam a Csocseszt a tévében. Soha nem hittem volna, hogy jó barátság lesz tényleg. Egyáltalán
nincs elszállva. Közvetlen. De ugyanezt tudom mondani a Bunyós Pityura. A Bóri Gusztiékra. Annyira jó érzés, hogy elfogadtak. Tehát nem néznek úgy le, hogy most jaj, te kezdő vagy, vagy nem. Lehet, hogy ez azért is, hogy a Pisti, a Gusztiék is ugye Szabolcsból, de még egy nagy embert, egy ikon kiemelnék, a Bangó Margit művésznőt, aki annyira imádjuk egymást, sok tévéfelvételen vagyunk együtt, sokat szoktunk beszélgetni. Az nálam a mikon. Tehát egy olyan szerethető, soha nem sértene meg senkit, soha nem nézne le, hogy most ez nem annyira egy ember. Amikor egy-egy dal sikernótává válik, és itt most nyugodtan mondhatjuk az aranyesőt, meg aztán mondhatjuk a nézését, meg a járását, amit ugye nem tudom, hogy hányan énekeltek veled együtt, ugye hát melyik kinek a nevéhez köthető. Ezek azért nagyon fontosak, ugye, a ti életetekben, hogy legyen egy-egy dal, amit hozzátok kötnek. Így van, hát visszajelzések alapján, hogy felhoztad a nézését meg a járását. Hát nem véletlenül. Nem véletlenül. Most akkor ennek elmondom a történetét, ugye. Az egy régi népdal. Nem a saját dalom. De egyedül Magyarországon én voltam az az előadó, aki legelsőnek hanghordozóra rakta, és ezáltal az Artisjushoz bejelentette, hogy rákerülhet ugye a lemezre. És én ezt ugye megtettem, kaptam az Artisjushoz egy visszajelzést, hogy ebből nekem jár jogdíj, tehát ez az én nevemhez fűző. Hiába, hogy tradicionális, de ott van, mint a hivatalos átdolgozó, Tóth Róbert, és ez engem illet. És ugye, és utána jöttek a feldolgozások, az tény, és igen, hogy a kis grofó ugye vitte sikerre, úgymond. Csak ő már ugye más stílusba, ő már akkor hozzárakta a megkötöm a lovam, én nem tettem oda. Én úgy ezt hallgattam régen a vendég. Én ezt már, amikor még 15 éves voltam, én már akkor a lakodalmokban elkezdtem játszani ezt a dal. De én soha nem hittem volna, hogy ekkora sikere lesz. Na de azért az jó érzés, nem? Hogy azért ezt te fedezted fel. Ezernyi régi népdal van. Igen. És kiválasztottál egy olyat, ami a 21. században is tetszik az embereknek, és nem hiszem, hogy sok olyan ember van, aki nem tudja legalább a refrénjét annak a dalnak. Így van, de elmondom neked őszintén, hogy amikor elkezdtem játszani, jó, Lagzikba, azt mondom, hogy elment. És amikor most, ahogy elkezdtem, mondom, jó lenne hozzányúlni, megcsinálni. Majdnem nem csináltam meg. Mert volt bennem egy olyan, hogy ez mégse lesz egy akkora ütő, de azért megpróbálom. És hála jó Istennek bejött. De most már egy másik dalt is ide kell illesztenünk, ugye? Emögé. Mert hogy a lemez tetején is ki van emelve, hogy rajta a Nokedli dal is. Így van. Igen, Nokedli. Jaj, Istenem. Azt mondták, hogy fentről, hogy már a fél ország Nokedli lázban ég. Megmondom őszintén, én nagyon szeretem a Nokedlit pörköltet. Én most is. Ebből, na ugye, te is, mindenki szereti. És annyira nokedlisztem az egyik közösségi oldalon, és láttam, hogy az emberek lájkolgatnak meg Nokedlit. És gondoltam magam, hát most ez annyira nevetséges, hogy én szeretem a Nokedlit pörkölte. Elkezdtem, hát mondom, akkor írjak egy Nokedli dalt, ami ugye szól a szaggatás, meg ugye, ami kell hozzávaló. Leforgattuk a klippet, hál' Istennek nagy siker volt, nagy sikere van még mindig, és jött egy olyan meglepetésem, hogy Nyíregyházán, én nem is tudtam, van egy Roberto rajongói klub, ilyen hat személyből álló, ilyen nagyon aranyos nénik, egyébként akik ők is szerepelnek a klipben, ugye meghívtam, felavattak engem a Nokedli nagykövetévé, és így már
ezt is egy országos napilap megírta, tehát nem csak mint előadó vagyok, hanem mint nagykövet úr. Jó, hát akkor aki eddig nem tudta, létezik ilyen Robertótól, hogy Nokedlédal. Robi, kétszer is vagy háromszor is mondtad, hogy édesanyáddal élsz. Nincs párod? Most már van. Jaj, de jó. Van. 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 Van három hónapja. Lekopogjam. Eddig minden mentesen. Gondmentesen élünk. Szerintem benne találtam meg azt a hölgyet, akire egész életemben vártam. Hát azért ez nagyon nagy dolog ezt így elmondani, de reméljük, hogy csak hozzátesz az együttlétetek de az alkotói munkához. De ha elveszem feleségül, megígérem, hogy meghívlak a lakodalomba is. Jó, és a saját lakodalmadba énekelnél? Természetesen. Ó, hát ott olyan mulatság lenne, ébolya. Meghívnám a Bunyós Pityót, a Bódiékat, oly csapnánként, lehet, hogy három napig tartana. Hát az igazán meseszerű lehetne. Mit szeretnél üzenni a rajongóidnak, Robi? Mert megmondom őszintén, ezt azért kérdezem, mert veled kapcsolatban, meg úgy általában, akik idézőjelbe teszem a könnyed műfajt, akik ebben a stílusban zenélnek és vannak jelen, nagyon sokszor csak bulvár területeken lehet olvasni rólatok. Ugye így van? Én most azt szeretném, hogy úgy, mint Tóth Robi, így hogy a kedves rajongóidnak, te, mint egy hétköznapi ember, napkori lakos, Szabolcs megyéből, aki egyébként ismert sztár vagy, de amit te csinálsz, az neked ugyanúgy a munkád, mint a Péknek, hogy megsüti a kenyeret. Te mit üzensz azoknak az embereknek, akik egyébként életben tartják azt, amit csinálsz? Elsőként is az, hogy nagyon megköszönöm az eddigi támogatásukat. Elfogadnak, szeretnek. Hál' Istennek megint azt kell lekopogni, mondani, hogy soha nem jöttem el egy olyan fellépésről se, hogy most azt hallottam vissza, hogy ez egy beképzelt, mekkora sztár. Mert sztár nem vagyok, se nem király, mint nem születtem én királynak, csak egy Szabolcsi Zsiványnak. Megköszönöm, hogy mellettem állnak, remélem mellettem is fogtok állni, továbbra is fogjátok hallgatni a dalaimat, és higgyétek el, hogy olyan ember vagyok, mint ti. Nem vágysz el a megyéből, Robi? Mindig van, amikor meggondolom, hogy elindulok, megpróbálom a fővárosba, de valami miatt mindig vissza. Hát csak itt születtem, itt éltem, itt nőttem fel. Lehet majd egyszer, de még nem tudok elszakadni Szabolcs megyétől. Te egy élő hangszeres koncertet hoztál létre a közelmúltban. Miért? Ez a te igényed volt, vagy a te közönséged igénye? Kizárólag csak az én igényem. Mert ugye az a CD-n ugye csak úgy lehet hallani, hogy a stúdióban össze van rakva, hangszerelés kész. Én a dalokat meg szerettem volna, hogy mutatni élő hangzásilag. Dob, gitár, billentyű, hogy szólnak. És hála jó Istennek, megint lekopogjam. Ez is bejött. És a Szlovákiából volt, nem is olyan régen egy élő zenekari koncertem, ahol a teltházasra sikerült. Sokkal jobban éreztem úgy magamat a színpadon. Tehát akkor én diktáltam. Nem zenésznek érezted magad, alkotó. Így van, csak én akkor billentyűn akkor se játszottam. De viszont ha kellett volna, akkor bármikor. Így van. Zenehangzás, meg az élőnek az íze. Tervezed ennek a folytatását? Ha ritkán is, de valamikor még? Mivel ugye a zenekar az Szlovákiában lakik, ugye, és őnekik is sok fellépésük van, bálok, meg egyéb rendezvények. A zenekar vezetővel megbeszéltük, hogy úgy is fog menni ez a dolog. Lehet, hogy télen csinálunk egy még nagy szabásút, vagy jövőre. Tehát
én úgy vettem észre, hogy nekik is tetszett, és ennek lesz folytatása. Robi, mi a legjobb érzés, amikor színpadon állsz, és véget ér a fellépésed, amikor már le kell jönni? Mi az a legjobb érzés, ami eltölt olyankor? A kétszeri visszatops. Ez eszembe se jutott. Na hát, segítek. Kétszer, de a visszataps, meg megkönnyebbülök, hogy adhattam ismét egy olyan dolgot az embereknek, ami látom, hogy hétköznapi emberek, akik csak dolgoznak, mennek, robotolnak, és olyankor hagy érezzék jól magukat, és ezt adom át nekik. Tehát ez nekem, én úgy jövök le, hogy ezt is megcsináltuk. És volt már olyan, hogy sírtál? Már egy fellépés után? Volt. De akkor is, hogy senki nem látott. Én nem hittem volna el, Libolya, hogy nekem rengeteg ilyen beteg gyerek. Rajongód van? Rajongó. Tolókocsis. És nem itt, az ország másik részén. És készülnek mindig, tehát hogy tudják, hogy melyek rajzokkal, vagy egy kicsi ajándékokkal mindig meglepnek. Hát ez nekem olyankor hihetetlen, de mégis igaz. Hát gondolom most is, ha csak rá gondolsz. Így van. Hogy tervezed a következő évtizedeket? Meddig lehet ezt csinálni, Robi? Hát, ameddig bírom, meg ameddig a Jóistenke megadja nekem. De alapvetően szerény embernek tartod magad, vagy inkább a másik véglet vagy? Szeretsz jelen lenni a mások életébe? Bár mondtad, hogy visszahúzódó vagy alapvetően a magánéletben. Én erre azt szoktam mondani, hogy Roberto a színpadon, a tévébe, a fellépéseken van. Magánéletben én nagyon nem szeretem, ha valaki Robertozik. Uh-huh. Én külön akarom választani. Roberto csak színpadon, tévében, hétköznap meg Robi, ahogy te. Akkor örülök neki, hogy én végig robiztalak, mert úgy gondolom, hogy itt most nem egy fellépésre jöttél, hanem egy kávészünetet tartani munka közben és út közben, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, Robi, és további sikereket kívánok neked. Én köszönöm a meghívást. A műsornevét viselő feketén-fehér rendesszert kizárólagos készítője a hamarosan megnyitó Drazsé cukrászda.